Ma reggel pedig egy egészen különleges párost köszönhetünk itt. Kovács Attila, akit belsőépítészként, filmes díszlettervezőként, tárgytervezőként és építészként ismerhettek. Többek között olyan itthon és külföldön is híres munkáiról, mint a Terrorháza vagy a Hódmezővásárhelyi Emlékpont. Számos, vagy talán inkább számtalan díjat nyertek az általa tervezett étterem és szórakozóhelybelsők. Emellett filmes díszlettervezőként is dolgozik többek között Szabó Istvánnal együtt, például a Napfény ízén. 2009 óta csinálja az A plusz Z Design Stúdiót Megyesi Zsuzsával közösen, aki művészettörténetet és esztétikát tanult, és aztán az Egyesült Államokban került közelebbi kapcsolatba a design és a styling világával. Ő filmes produkciókban dolgozott szintén, és aztán pedig itthon Magyarországon különféle művészeti és lakberendezési magazinoknál, ugye? Design magazinoknál, ez valóban pontosabb szó, köszönöm, dolgozott vezető pozíciókban. 2009 óta csinálják együtt az A plusz Z Design Stúdiót, és hogy azon belül mi történik, arról bővebben ők fognak beszélni. Még mielőtt átadom nekik a szót, természetesen szeretném megköszönni a segítséget az e-hónapi Creative Mornings-nál is a Toldi mozinak, a Toldi kávézójának és vezetőinek, valamint a saját kollégáimnak, Orsinak, Zsófinak, Tóbinak és Daninak. Köszönöm szépen, és kérlek, köszöntsétek nagy tapssal Megyesi Zsuzsát és Kovács Attilát. Köszönjük szépen Daninak ezt a nagyon részletes bemutatást. Így gyakorlatilag én azt gondolom, hogy mi már úgy magunkról nem mondanánk, így különösebben majd úgy közbe kiderül egy-két dolog valószínűleg. Igazán pár építészeti, belső építészeti és design projektről szeretnénk beszélni, azt hiszem túl hangos vagyok. Kicsit vissza kéne venni, mert arról volt szó, hogy ne gerjedjünk. Jó? Legalábbis hangszoróilag. Bocs. Jó, szóval elsőként szeretnék beszélni egy olyan dologról, ami valójában engem még annak idején, mint egy ilyen kis szigorú vonalzós építészt többek között ez is elvitt abból az irányból. 1986-ról beszélünk, akkor épp a filmgyár berkeiben tevékenykedtem, és lecsillapodóban volt az az általam kicsit ilyen díszlet aranykornak nevezett periódus, amikor jó pár éven keresztül nagy díszleteket tudtam tervezni, megvalósítani, stb. És akkor ugye megint jött egy ilyen vákum, hogy de mit kezdjen az ember magával, meg a benne buzogó kreatív energiákkal, és pár barátunkkal elkezdtünk ilyen konceptbútorokat tervezni, amik inkább objektnek vagy szobornak is voltak tekinthetők, nem annyira funkcionális bútornak, és nekem, én kitaláltam egy ilyen szíriát, amit úgy neveztem el, hogy ezek vámpír bútorok, és az egész a Lugosi Béla hagyatékából van, nálam van kép. És az egészet igazán egy National Geographic-ban látott fotó indított el bennem, ahol az erdélyi Vajdahunyad várról láttam egy fotót, amire ráépítettek egy erőművet, amint egy ilyen parazitaként befette az egészet ilyen fekete porral, korommal, különböző csille,
utak voltak átvezetve ott a vár közvetlen közelében, és az egész egy ilyen olyan szürreális látvány volt, hogy engem nagyon megmozgatott, és azt gondoltam, hogy valamit nekem ezzel kezdeni kell. Aztán több mindent is kezdtem később vele, ami nem lesz igazán az előadás témája, de az első ilyen tulajdonképpen ilyen bútor ügy az volt ez a vámpír, bútor-vámpír szék lugosi hagyatékából. Ennek most már idestőve ilyen 25-26 éve, tehát ez nem ma történt. A történet azonban tovább folytatódik, és itt már nem egyedül vagyok benne, hanem Zsuzsával, ami ugyan még nem az A plusz Z design, hanem életünk során úgy alakultak a dolgok, hogy több lakóhelyet, lakást, otthont, nem tudom ki hogyan szeret fogalmazni, teremtettünk, valósítottunk meg magunknak. Az egyik ebből, ami kicsit lehet, hogy a vámpír mítoszhoz is így ránézésre valami köze van, ha mondjuk ott állna a felső ablakba egy sötét sziluett, akkor mindenképpen. Ez a Soroksári úton található loft épület, amit teljesen romos állapotban vettünk meg. Egy elég nagy terület, és annyira beleszerettünk, egy ilyen hirdetés alapján találtuk, mert nekem kedvenc időtöltésem, hogy pláne ilyen hideg téli éjszakákon a befűtött lakásba a Képes Ingatlan Express lapozom, és láttam egy pici fotót erről a toronyról, de amikor ezt a tornyot így megláttam, akkor szinte biztos voltam benne, hogy nem azt hirdetik, hanem ezt a földszintes épületet itt jobb oldalt, mert olyan nem szokott lenni, hogy azt kapható, ami baromi jól néz ki. És akkor kiderült, hogy de igen, mégiscsak a toronyról van szó. És akkor kimentünk a lányunkkal meg Zsuzsával megnézni a dolgot, hát a lányunk az azonnal oda akart költözni, aztán később ez másképp alakult, és a lényeg az, hogy megvettük, és akkor 2 évig egerészett rajta egy vidéki köműves, és nagyon aranyosan egy segéddel, már délelőtt 10-kor ment a nótaszó, de 2 év alatt nekünk se volt sürgős, neki se, ő oda beköltözött, és úgy szépen elegerészett a házon, de nagyon profin, gyakorlatilag ma is teljesen nem reped, nem mozog, semmi gond nincs. Ő megcsinálta ezt a házat, ami nagyon sok minden volt csinálni, mert az ablakok is be voltak falazva, tényleg effektív rom volt az egész. A műtermi térben álmennyezet volt, 8 darab helységre volt bontva. Igazán, amikor vettük, meg se tudtam mérni, hogy milyen magas lehet az a helység. Ez egy másik kép az objektumról, itt tetőre kimászva, megvárva az alkonyt, ez úgy készült. Tulajdonképpen 4 szintről beszélünk. Ez a tetőtérben volt egy tűzivíztározó, mert ez valaha a fegyvergyár része volt, és amikor Trianon után csökkenteni kellett a fegyvergyártást, akkor ezt levágták, és ebből lett a hazai fésűsfonó. De ezzel együtt, mivel itt ilyen tűzveszélyes tevékenység folyt a tetőtérbe, van egy marha nagy, hát marha nagy, 3x5 méteres betonvíztározó, ami nagyon magas volt, és mi eleve kitaláltuk, hogy oké, akkor ebből csinálunk egy kis medencét, csak levágni nem tudtuk, és ott voltak ilyen bika gyerekek, azt hittem, hogy azok simán lebontják, hát úgy pattantak vissza róla, hogy rossz volt nézni, és akkor jött egy betonvágó cég, akik fölcipeltek ide a tetőtérbe egy 300 kilós vágógépet szétbontva, ott újra összeszerelték, egy sínpályát felfúrtak a beton építmény külsejére, és fölraktak egy ilyen 90 centi átmérőjű gyémántkorongot, ami elkezdte beleenni magát a betonba, és közben folyamatosan folyt a víz, mert ez egy vizes vágási technológia, a 4 emelet totálisan átázott, de akkor ez még nem volt gond, mert sehol semmi nem volt, ez volt az első akció, és gyakorlatilag 4 nap alatt körbevágták ezt a betont, és akkor azt hittem, hogy na, jaj, de jó, most ez befejeződött. Akkor leszedik a srácok, ledobálják és kész, na most az sem ment, tehát összetörni sem tudták, úgyhogy jött újra a betonvágó cég egy törőgéppel, ami 16 tonnával tör, és akkor azok összetörték, és
utána le lett éjszaka, az alsó szint alá leraktunk ilyen 12 köbös konténereket, és oda le lettek dobálva betondarabok. Hát ez csak egy ilyen kis anekdóta. Ha haladok tovább, mert aztán ez a 20 perc nem lesz betartható. Ez csak egy előzmény igazán megint a bútor dolgokhoz, hogy van egy kis falu Balaton felvidéken, Sáska, ahol mi ilyen gyökeret eresztettünk félig meddig így a nyári időpontokra, és több mindent ott csinálgattunk, és ez az egyik, építettünk egy ilyen pajtaszerű ilyen nyitott teret, ami egy ilyen nyári nyitott nappali, és jött egyszer egy brazil illető, aki nagyon kedvesen felajánlott egy szőlőprést megvételre, jutányos áron természetesen, és ez valóban jutányos ár volt, mert egy 1847-es szőlőprésről volt szó, ami hát darabokban volt, és hiányos volt meg minden, de brutális gerendák voltak benne, és ilyen, hogy hívják ezt, ez a bor teknő része is megvolt, és ebből a bor teknős gerendákból, nem tudom, hogy az egér az mozogott, igen, jó. Tehát ez a kanapé, ezekből a gerendákból van tulajdonképpen összerakva. És akkor úgy anyagszerűen, meg mindenféle tekintetben úgy nem a népi kultúra, de úgy valahogy ez az egyszerűség, ez valahogy úgy nagyon közel került hozzánk, hogy mennyire kevés is elég az embernek, hogy leüljön valahova, vagy valahova lefeküdjön, vagy egyáltalán, hogy a redukált élet az valójában mennyivel érdekesebb és gazdagabb tud lenni, és hogy számunkra igazán mi jelenti a luxust, hogy tiszta a víz, meg jó a levegő, ilyesmi. Tehát nagyon máshol keressük igazán azokat a dolgokat, amik számunkra sokat jelentenek. Ez is itt oldalról látszik még ez a kanapé. Hát ezt egy elég nagy fából vágták ki annak idején. Bal oldalt egyik kedvenc családtagunk éppen elmenőben, Bori kutyáról volt szó, akit a lányunktól örököltünk. Itt már rátérnék akkor a Gypsy projektre, amit 2009-ben kezdtünk el csinálni. Igazán semmi köze olyan értelemben, semmilyen társadalmi, vagy szociológiai, vagy bármiféle publicitás, vagy akár semmihez. Egy más dolog kapcsán jártunk Debrecenben, van egy kedves barátunk, aki ilyen régi dolgokkal foglalkozik, nála is ott álltak tonnába ezek a teknők. Ezek úgy benne voltak az ember fejébe ezzel a préssel, meg minden mással együtt. És a dologhoz azért még kapcsolódik, mert igazán végülis ez egy alkalomra készült, úgy mondhatnám, vagy egy alkalom apropójából, hogy 2009-ben vagy 2008-ban Londonban voltunk, és láttuk a 100%-os dizájnon, már sokszor voltunk, de annyira nem mozgatja meg az embert, informatív, de különösebben a púzust nem emelte meg, de akkor tudtuk, hogy van egy másik kiállítás is Londonban, a Tent London, és elmentünk megnézni a Tent Londont, és az viszont nagyon tetszett akkor, és nagyon sok akkor jött be a James Plum Design Duo, és csomó érdekes, nagyon innovatív dolog, és mondtuk a Zsuzsával, hogy egymásra szólt, hogy fú, hát ez baromi jó volt, szóval ezért megérte kijönni, és hogy annyi minden van fejünkben, miért nem csinálunk mi is valamit, hát tudtuk, hogy ez egy ilyen zsűrizős dolog, de hát miért ne adnánk be, vagy valami, és közben nekem úgy alakultak a dolgok, hogy akkor egy producer felkért erre a Bellamy filmre, és kint voltam Londonban, és úgy az egész London valahogy úgy elkezdett úgy nagyon közel kerülni, plusz nagyon jól is éreztük magunkat ott. Egy ilyen nagyon élhető város, mindenféle városi problémával természetesen, de akkor is egy szuper hely. És akkor elkezdtünk ezen gondolkodni, és most sokszor van az, hogy most hogy,
hogy jut eszébe az embernek valami. Hát ez, erre baromira nem tudok értelmes dolgot mondani, mert csak ilyen hülyeséget, hogy hát úgy eszembe jut. Tehát nem tudok mást mondani, hogy reggel, általában ez reggel szokott történni, nem ilyenkor, ennél korábban, amikor még nem kelek ki az ágyban, félig az álom és ébrenlét határán jönnek igazán nekem az olyan ötletek, amik aztán használhatóbbak, mint az a bizonyos iskolába, eltörött a miskolába című vers, amit sikerült fölírni Karintinak az éjjeli szekrényre. Tehát remélem, hogy ezek annál picit azért működőképesebb dolgok. Hát ezt úgy be is igazolt az élet meg az internetvilág. És akkor kitaláltuk ezt a Zsuzsával, ezt a Gypsy kollekciót, amit csak azért hívtunk Gypsynek, mert hogy nem is tudom miért, mert hogy ez egy fantázia név, ilyen egzotikus, tetszik ez a cigány zászló, szerintem tök jó ez a kis fotó erről az emberkéről, a bográcsa. Szóval az egész egy... Bocs? Meg ők fejtek a teknőt. Ja, hát igen, bocs, igen, hát a teknőt a cigányok vájták, a teknővájó cigány. Meg a másik, hogy valamiből valamit csinálunk, mert hogy kevés dolog vesz körbe, meg nincs is rá pénzem, és hogy milyen egyszerű, van egy ilyen, akkor csinálsz neki 4 lábat, és már rá lehet ülni, vagy hogy a zsíros bödönt is lehet erre meg arra használni, tehát hogy a funkciókkal lehet játszani, tehát végülis ez is alátámasztott, hogy miért ne lenne ez egy ilyen nomád cigány vonatkozású valami. Igazán ez a teknő, ez nem az a teknő, ezt igazán mi rendeltük, tehát ez a debreceni barátunk segített abban, hogy ilyen erdélyi cigány törzseket megkeresett, akik még mindig foglalkoznak vájással, és ők gyártották nekünk tulajdonképpen magát a teknőt, de a lábat a rajzom ellenére képtelenek voltak legyártani, vagy megérteni, hogy miért kell hozzá láb. Az is egy nagyon nagy küzdelem volt, hogy miért kell ilyen hosszúnak lenni a végének, amikor a szappan abszolút elfér a pici végén, és semmi értelme ennek a izé. Most az, hogy laptop, és azt rá lehet tenni, az nekik nem volt igazán szempont. Úgyhogy ez egy küzdelem volt ezt a formát megrendelni, és végül is a lába az itt készült Magyarországon, mert hogy ugye ennek a lábnak azért tartósnak kell lenni. Az A plusz Z logó az saját készítés, úgy van beleszögezve a teknőbe, és ez egy ilyen reklámkaplány volt a Givenchy-nek, ahol használták a fotónkat, úgy elég jól összestylingolták ezzel a ruhával, és úgy eléggé tetszett nekünk a dolog. A többi része a kollekciónak, azok is mind ilyen tulajdonképpen használati tárgyak, kicsit kifordítva, kicsit átalakítva. Például ez a bödön, ami feketében nem létezik, egy ehhez gyártott ülőpárnával, de aztán itt majd, ja és hát ilyen dögcédulás fúksz az természetesen lóg rajta, mint logó, ugye, mert egy jeans sem lehet logó nélkül eladni, és aztán ahogy én szögeztem a logót, a Zsuzsa meg goblejnezte a logót egy másik párnára. De ezt is mutatnám, hogy azért itt van ennek még egy másik praktikus funkciója, ami egyben egy nagyon jó lebiztosítás, hogy a te piádat ne igya meg senki. Tehát rárakod a kupakot, ráülsz, és teljesen tudti a dolog. De jól működik, mint pezsgős vödör. Természetesen, ha ilyen népi dologról van szó, hát a puli ugye az Magyarországon kihagyhatatlan, de egyébként, amit még akartam mondani a Lugosival kapcsolatban, mindig ez kicsit ez az identitás keresés, de természetesen olyan módon, hogy nem a szokványos módon, tehát most ki lehetne autentikusabb lugosi dizájner, mint egy magyar dizájner, ugye, és ki csinálhatna puliszéket, hát csak egy magyar tervező, és egyébként is nagyon bírjuk a puli kutyát, és akkor kitaláltunk egy ilyen fotelt, aminek van ez valójában belül egy perforált váz,
ami perforált lemez váz, egy héj, egy ilyen shell, ami, amihez ezeket a csíkokat, a kicsi, ez azt hiszem, a 6000 csíkot kellett fölvágni így textilből, és tulajdonképpen kicsit röhelyes, de mondjuk egy kanapét, vagy egy ilyen fotelt be lehet 3-4 méter anyaggal kárpitozni, mi azt hiszem 32 métert vágtunk föl csíkokra, és azt megcsomózva az egyik végét, belülről kifelé áthúzkodtuk ezeken a lukakon, és valójában így jött létre ez a bozontos küllem, ami valójában mindenféle párnázás és rugózás és minden nélkül is tök kényelmes, mert olyan vastagra jön ki ez a szőr párna haj rajta, ez a rasta-szerű küllem, hogy teljesen szóval jó rajta ülni. És volt egy másik verziója, ami ilyen színes volt, ilyen kicsit ilyen gypsy anyagokból, amit úgy hívtunk, hogy ilyen nyári frizurát kapott magyarul, ez a summer trim, ez egy létező kifejezés egyébként angolban, ahol egy ilyen punk-szerűen meghagytuk azt a részt, ez egyébként a lunch chair verzió, tehát ez egy ilyen hosszított valami, és ott meghagytuk, ahol ül rajta az ember, és puha kell legyen, a többi részéről meg lenyírtuk. Akkor ez az asztal, ami végül is másként indult, ez ilyen kerék inspiráció volt, de aztán a végén ez kicsit átalakult, olyan módon, hogy igazán, ahogy elgondoltuk, hogy mindig középen van egy ilyen asztal, mint egy ilyen kis tábortűz, és akkor jött az ötlet, hogy akkor miért nincs az asztalba tűz, és akkor kitaláltuk, hogy akkor nem fából van az asztal, hanem fémből van az egész, akkor meg kellett keresnem itt egy olyan fémnyomót Magyarországon, nem tudom, tudjátok-e, a fémnyomás technika, az nem egy ilyen, én se tudtam annó, hogy az nem egy gép préseli össze, hanem ez egy ilyen teljesen ilyen őskorszaki dolog, hogy maga a fém nyomó ember az egy ilyen vastag bőrszíjjal hozzáköti magát egy ilyen eszterga gépszerű ijesztő valamihez, amin forog ez a hatalmas fémlemez, és akkor különböző vas és fa rudakkal elkezdi azt a lemezt, mint egy agyakkorongozó, csak hát ugye az agyag és a fém között azért van egy kis differencia. Ezek általában jó kondícióban lévő emberek, és elkezdi rápréselni a formára ezt a fémlemezt. Ez a fémlemez ez általában lágy alumínium, mert azért mindent nem lehet fémnyomni, vörösrezet, már sárgarezet sem, mindegyiket csak egy olyan lágyra ötvözöttet. És akkor megtaláltam ezt az emberkét, aki ki tudta ezt a 88 centis asztal formát préselni, mert ez az asztal, ez fémnyomva van, de az egész valójában alumíniumból van, és a lábai pedig esztergált alumíniumból vannak, és itt van egy ilyen szétszedett ábrája, ez valójában szétszedve, illetve alulról így néz ki. Ezt is nagyon bírták ott az eldekor, ilyen osztogat ilyen dögcédulákat a Tent Londonon, hogy ilyen tízes listában, amit nagyon bírnak, azok kapnak egy ilyen teget, ezt mi megkaptuk. A másik, ez a bográcslámpa, hát ezt is nagyon szerették, nagyon sokat végül is el is adtunk belőle. Igazán a maga az eladás, meg a gyártás, meg a számunkra egy rémálom, nagyon utálunk vele foglalkozni. Kicsit bele kellett ártanunk magunkat, de nem ez az, ami minket igazán izgat, hanem a dolog létrehozása létrejötte. Igazán egy vicces trükk, hogy ugye van egy füle egy bográcsnak, mondjuk a lakatos sose értett, hogy miért kell a lukat fúrni a bogrács aljába, utána mire fogom én azt használni. Mondta, hogy csak nyugi, meg fogjuk mi azt oldani, és ugye, hogy a 60-as években is minden lámpának volt egy húzogatója, gyakorlatilag a bogrács füle működik ugyanúgy, hogy ez a rugós függesztéken a magasságát azzal lehet állítani. Itt ez kicsit egy ilyen illusztratív dolog, hogy Bori kutya léptéknek ott mutatja, bár hát ő lélekben nagyon nagynak gondolja magát, tehát egy extra kicsi kutya, de tehát így itt el lehet helyezkedni, világít rá a lámpa, itt a Tent Londonos stand,
ahogy berendeztük ott. A Tent London maga nagyon bírta, nagyon-nagyon bírták a cuccot. Ez az Icon magazinban megjelent teljes oldalas hirdetése a Tent Londonnak, ami gyakorlatilag csak minket tettek rá, azt hiszem, ilyen még nem volt a történelemben, hát legalábbis a miénkben még nem. Aztán később csináltunk ilyen, mert közben párhuzamosan egy másik galériába, ott Londonba, a Brompton Districtbe, a Victorian Albert közelében. Hát az is egy érdekes sztori volt, mert úgy én nagyon szeretek ilyen partizán akciókat csinálni, annak idején én a Domusba is úgy jelentem meg, hogy egyszerűen oda küldtem az anyagot, és mivel tetszett, nekik berakták. Most ez így ment, hogy amikor kint voltunk, láttunk egy baromi jó ilyen bútorgalériát, ahol tényleg ilyen világsztárok állítottak ki, és az egész ilyen nagyon kreatívan volt összerakva, ilyen galériának nézett ki, nem bútorboltnak, tehát az is valójában. És amikor összeállt ez a Gypsy kollekció, akkor én mondtam a Zsuzsa, hogy miért nem küldünk ennek a galériának egy anyagot, hogy hát ha érdekli őket. És akkor elküldtem, és megírtam egy kicsit egy ilyen pofátlan levelet, hogy nagyon tetszett a galéria, és ha nekik is tetszik, amit mi csinálunk, akkor ígyunk egy presszó kávét együtt. És másnap már visszaválaszolt a galériás nő, hogy ez neki nagyon tetszik, és jöjjünk be, és akkor már ő készíti a presszót. És gyakorlatilag így lett, hogy akkor párhuzamosan a Tent Londonnal ebbe a Mint galériába is kiállítottunk, erről a galériáról van szó, és a mai napig is nagyon, nagyon jó a kapcsolatunk velük, és azóta is többször raktunk ott ki dolgokat. És hát így elég jó környezetbe tették be a cuccainkat a dízelszék mellé, szóval ez egy ilyen nagyon-nagyon jó kapcsolat lett. Utána később készítettünk, ezek végül is valóságban nem készültek el, mert kiderült, hogy nagyon drága lenne a kivitelezése. Ilyen úgy hívtuk, hogy ez ilyen speciális, hogy hívják, ez a special edition, az milyen? Egyedi széria, tulajdonképpen ilyen karácsonyi asztalok, ilyen úgymond ünnepi asztal, ami onnan jött az inspiráció, hogy az Ecserén találtunk egy régi lavort, egy ilyen nagy zománcozott lavort, aminek az oldalára ez van zománccal beírva, ezt próbáltam kideríteni, hogy ez honnan jön, ez a show the light and people will find a way, fogalmam nincs róla, és ott is van egy pici gyertya, de ez nagyon megtetszett meg, hogy egy ilyen szöveg legyen az asztalon, és ennek csináltunk egy pár ilyen fixibike-os verzióját is. Itt már a soroksári loftban látható ez a teknő, és egy másik lámpa, amiről egy állólámpa, amiről majd később lesz szó. Ezt a helyünket, ahol most valójában itt lakunk, ebben a loftban, mert egy darabig nem laktunk ott, de most, hogy lányunk nem tanul itthon, neki nincs közlekedési probléma, úgyhogy mi visszaköltöztünk, és ezt használjuk tulajdonképpen ilyen kvázi showroomnak is, és ez egy olyan interiőr berendezés volt itt a loftban, ami megjelent egy nagyon bomba kínai újságban, ami itt van nálam, hogyha valaki bele akar pillantani, és el is tudja olvasni, én is meghallgatnám, hogy mit írtak. Ez a Guardianben jelent meg a Tent London előtt, ahol a lámpával meg az asztallal vagyunk jelen, és egy eléggé jó beköszönő szöveggel, hogy valaki akar-e egy ilyen jövőbeli design klasszikust beszerezni, akkor menjen oda a Tent Londonra. Ez egy másik dolog, a Jamie Olivernek az egyik dizájnere meglátta ezt a bogrács lámpát a Tent Londonon, és teljesen beleszeretett, hogy most csinálnak egy új éttermet, nyitnak a Jamie Olivernek, és hogy nekik ez a lámpa kell, mert Jamie is bele van szeretve, stb. Aztán nagyon nehezen, mert hogy mindenféle ilyen kis technikai kéréseik voltak. Tehát az a rugós függeszték, amit én simán megvettem a kiállításhoz, mert egy olasz termék is lehet kapni, ők azt legyártatták velünk gyakorlatilag fémből,
az összes alkat részével együtt, ami egy nagyon nagy szenvedés volt, de végül is meg tudtuk csinálni, és gyönyörűen nézett ki, és aztán erre lehetett kocintani. A következő az egy pesti építészeti projekt, ami már ugyanúgy nem létezik, mint nagyon sok minden, amit életemben csináltam, de ez egyáltalán nem probléma, mert igazán számomra csak a létrejött az érdekes, tehát az, hogy megmarad vagy sem, az egyáltalán nem fontos. Ez egy étterem, bulihely, kávézó felkérés volt, egy nagyon helyes ember részéről, akit Liebhauser Józsefnek hívnak, és az ővé volt a Port Side nevű nem túl jó hírű étterem vagy hely. És ő megkeresett, hogy nagyon tetszenek a dolgok, amit csináltuk, meg valahogy látta ezt a Tent Londonos ügyet is, és hogy ő neki van egy elvarázsolt ötlete, hogy ő szeretne valami olyan magyar éttermet csinálni, de nem olyat, hogy a deszkák benzinlámpával meg vannak égetve, meg kifűrészelve, hanem hogy valami olyat, amilyet még nem láttak, és hogy mi a hozzászólásom ehhez, és akkor mondta, hogy jó, oké, akkor kérünk egy kis gondolkodási időt, és akkor ráfeküdtünk az internetre, és akkor beírta mindenféle ilyen hülye hívószót, hogy magyaros, magyar, ungaris, stb. És erre tonnába jöttek le a hülyeségek meg a nem hülyeségek, és akkor abból összeállítottam egy ilyen fotóanyagot, amit átküldtem a Józsinak, és akkor visszahívott, hogy amióta megérkezett, azóta röhög ezen a dolgon, úgyhogy ha ilyen lesz, akkor mehet. És akkor az volt a javaslat, hogy úgy lesz ez, hogy lesz ez, mitől lesz ez magyar ez az étterem, hát úgy, hogy a trikolor színeit átveszi, és igazán építészetileg is át lett tervezve ez a hely, és három tér egységre lett bontva, ahol az egyik lett, ami tiszta vörös, ez a bár, meg a zene, meg a bulihely, akkor a középső szekció, ahol beérkezel, az a fehér, ott minden fehér. Próbálok tovább lépni. Nekem siker, igen. Ez a középső rész, ahol minden fehérre van festve, és van egy harmadik rész, ugye érdekes módon itt meg minden zöldre. És ezt megcsináltuk, és itt lepörgetek róla egy pár fotót. Én nem tudom időben, hogy állok, de próbálom nyomni. Ez a piros rész. Hát aztán itt ilyen kis nyalánkságok voltak, hogy a Józsit kértem, hogy szerezze meg az aranyfácán konzerv doboznak a nyomott lemezét, mert azzal szeretnék burkolni ilyen könyöklő pultokat, és nagyon jó partner volt, megtalálta a gyárat, a lemezt, megcsinálták, akkor az Édesanna címkét, amiből tapétát csináltunk, ez a fehér rész. Ez egy kreált lámpa, de vannak különböző ipari lámpák is átalakítva, ezek a régi magyar háztető formák. A WC-be pedig a WC szimbóluma az, na most oda nem tudok már visszamenni, az nagyon messze van. Lényeg az, hogy a női-férfi szimbólum piroska és a farkas volt, és a Baranyai Andris grafikus barátunknak van egy nagyon zseniális kis könyve, Piroska és a farkas, és az a képregény lett tulajdonképpen föltéve a WC-be belül körbe. Ez az átjáró a zöld rész felé, ez a zöld résznél a bárpult háttere, ez 2000 darab sörös üvegből lett megkreálva, és a beugró fülkében pedig a hétvégi házaknak a műanyag hullámpaláját lehet látni. A másik kedves motívum, ami Abda községhez kötődik, még régen, amikor kompjútert csempésztünk Bécsből, mert ilyen időszak is volt az életemben, akkor az Abda községen sokszor át kellett menni, és az az utolsó magyar falu, ahol minden magyarosnak néz ki, még a befőttek is, tehát ez ott így szerepel a polcokon, hogy piros-fehér-zöld befőtt, és akkor azt gondoltam, hogy hova máshova, mint ide kell ebből egy szériát rendelni. És a régi sajtcímkékből csináltunk ilyen, ez is le lett gyártva, viaszos vászonszerű asztalborítót.
Két perc? Hát akkor most abba hagyom, mert két perc az már, akkor iszok egyet. Bocsánat. Nem tudom, ez... Na hát akkor a következő, ez a Gypsynek ez a nonsense szériája, úgy hívjuk kicsit, ez a Nordic Gypsy, tehát az, ami nem létezik. Északon nincsenek gypsyk, csak oda mennek, szarul érzik magukat. Úgyhogy ez a mi Nordic Gypsy szériánk. Ez a lámpa, egy állólámpa, aminek ilyen csirke lába van, és valójában egy fémnyomónál voltam, rákos, rettenetes, nem tudom hol, és nála ott maradt, ott hagyott a katonaság ilyen, ezt a nagy gigatészta szűrőt nyéllel, és akkor abból vettem pár darabot. Ez a másik egy belső építészeti projekt, ez a loft, amit csináltunk, de ezt most gyorsba átnyomom, mert akkor pár szót még erről a Szenufóval, mivel végül is arról volt szó, ugye az előadás kapcsán az lett a hívó szó, hogy narratívák, és ezt a narratívát még szeretném lenyomni, ha 2 vagy 3 percbe telik. Ez a Szenufó projekt, amivel tavaly vettünk részt a Tent Londonon, ez 2-3 dologból áll össze. Egyrészt láttam ezt a filmet, a District 9, aki nem látta, annak nagyon merném ajánlani. Nagyon szomorúan, nagyon jó film, és nagyon szomorúan szól arról, hogy az emberiség mennyire nem tud semmit kezdeni egy idegen kultúrával, vagy egy idegen lényel, vagy egy idegen megjelenéssel. Ez volt az egyik része a Xenofó dolognak. A másik az, hogy van ez a törzs Afrikában, akik, ez én vagyok egy UFO előterében, egy szigeten, ami egy nagyon ilyen UFO sziget, és igazán ez az emblematikus fotó a Xenofó projekthez, hogy van egy törzs, akik ezeket a hokedliket gyártják, vagy csinálják, faragják már több száz éve, amit én nagyon szeretek. És az egész dolog úgy állt bennem össze egy olyan narratívává, hogy elképzeltem, hogy ezt a törzset azért hívják Xenufónak, amit csodálok egyébként, hogy még senki nem szúrta ki, hogy a nevükben benne van az, hogy UFO. És ez egy ilyen kis mesebeli sztori, amit mellékeltünk is a projekthez, hogy once upon a time, hol volt, hol nem volt, egy űrhajó lebeg, ugyanúgy, ahogy a District 9-ba lebeg a város felett, itt a törzs fölött lebeg egy ilyen űrhajó, és az UFO-k látják, hogy a benszülötteknek semmiféle design cuccuk nincs, és hogy kommunikáljanak a helyiekkel, ezt a barátságos módot választnák, hogy akkor levisznek nekik ilyen dolgokat az űrhajóról, megmutatnak, hogy ilyen is létezik, és ez létre is jön, ez a harmadik típusú találkozások, és nagyon tetszik a benszülötteknek ezek az UFO, ezek a színes alumínium UFO bútorok, és amikor az UFO-k elmennek, akkor elkezdik ezt utánozni fából. Tehát a trükk az egész projektben az volt, hogy mi azt mondjuk, hogy amit a törzs több száz éve farag, az a kopi, és amit mi kiállítunk, az az eredeti. És ehhez készült egy ilyen képeslap is, ez lényegében két dologból áll jelenleg, ez a Xenufó, ebből a hokedli-szerű kis asztalból, és egy ilyen vicces lámpából, amit mindjárt mutatok, amit úgy kereszteltünk el, hogy ilyen pillhead, ez egy producer ismerősünknek a lakásában már ott áll. Ez a másik, ez a lámpa, ami még az elején itt mozgott is, ez egy asztali és egy állólámpa verzió, és különböző eloxált színű fejekkel, illetve ahhoz tartozó törzsekkel, ezeket ilyen CMYK-ba képzeltük el, hogy a 4 alapszínnek megfelelő színben lehet gyártani. Ez a Tent London stand, borikutyával. És hát ezt is nagyon, most már kicsit unalmas, hogy mennyire bírták. És fantasztikus egyébként, amit a Tent Londonnak van egy ilyen PR stáb, vagy hogy mondjam,
egy PR Girls nevű kis belső vállalatuk, akik a beérkezett anyagokat elkezdik terjeszteni, és amit bírnak, azt úgy terjesztik, hogy én még ilyet nem láttam életemben, tehát ez olyan szinten be tudják különböző olyan csatornákra jutatni, kötni a dolgot, hogy gyakorlatilag Indiától kezdve, Chilén keresztül, nem tudom, Kuala Lumpurig mindenhol megjelentünk, és szóval elképesztő, gyakorlatilag kifizetni ilyet nem lehet, olyan újságokba és helyekre kerül be az ember, ami fantasztikus. Tehát egy nagyon nagy publicitást tud adni. Ezzel együtt elhatároztuk, hogy idén nem megyünk a Tent Londonra, mert úgy általában pedig a maga az egész Tent London kicsit el... Tehát ahhoz képest, amire mi nagyon ilyen nagy lelkesen elkezdtünk ezen részt venni, ahhoz képest most már ez nagyon elment egy ilyen üzleti, kicsit elbazárosodott, és igazán most már nekünk úgy általánosságban ez a Tent London kiállítás most nem tetszett tavaly, úgyhogy elhatároztuk, hogy nem megyünk. Ez a Xenofon utolsó fotó, még egy építészeti projekt, ezt tényleg ledarálom, ez egy kis valahai festőműterem volt, és ezt csináltuk meg legutóbb Zsuzsával, egy ilyen kvázi mini loft lakássá. Erről mutatnék pár fotót, és megköszönöm, hogy szántatok ránk egy kis időt. Köszönjük szépen a figyelmet! Engem azért érdekelne például, hogy ezekből a külföldi média megjelenésekből, amiket láttunk, Eldekor, meg ilyesmi, azokból nektek mennyi megbízás jön, vagy ennek van-e valami praktikus haszna a hétköznapokban? Van. Általában ez úgy szokott történni, hogy ahol megjelenik egy országban, legutóbb például megjelent Kanadába, akkor jönnek Kanadából az e-mailek. Tehát úgy nagyon, nagyon jól nyomon követhető, hogy múltkor volt egyszer Chile vagy Argentina, nem is tudom, és akkor az onnan jönnek a megrendelések, tehát ez követhető abszolút. És ebből milyen százalékban lesz valódi projekt? Hát nem tartunk egyike a darabszámnál, azt nem állítanám, tehát nem, hát ez ilyen kicsi manufaktorális dolog, tehát ez kezel, még számunkra egyelőre kezelhető. Kérdezzetek, hogyha van. Adom a mikrofon. Ja, igen, mikrofonba kell kérdezni a szokásos módon. Azt szeretném kérdezni, hogy és ez a projekt számotokra a hobbi, vagy pedig bevételi forrás is? Hát az egész élet egy hobbi, nem? Hát csak azt érdemes csinálni, amiben jól érzi magát az ember. Én nem nagyon tudom elképzelni másképp az életemet. Szerencsére igazán erre úgy hozta a sorsom, hogy lehetőségem is van, hogy úgymond a szigorúan vett pályámat elhagytam 20-akárhány éves koromban, és azóta tényleg azt csinálom csak, amit szeretnék. A megélhetési forrás, ez nem az. Ez inkább pénzköltési forrás, ha a forrást lehet ilyen negatív forrásként értelmezni. Akkor ez egy kút. Inkább. De mondjuk a Gypsy az már többet behozott, mint amennyibe került. A Xenofonnál meg azért nem jutunk egyről kettőre, mert egyszerűen nem bírunk a gyártókkal előrébb lépni. Tehát ilyen, minden hónapban hitegetnek mindenfélével, és ott kicsit kínos a helyzet, mert hogy ugye jönnek a retailerektől a megrendelések, és csak azt tudom írni, hogy nem tudtuk még gyártásba tenni, és majd köszönjük az érdeklődést, és majd értesíteni fogjuk, amikor keep in touch, vissza fogjuk hívni. Hát nehéz, szóval amíg a Gypsy-t az könnyű produkálni, már egy ilyen design dolgot, aminek technikai részletei vannak, meg minőségi elvárásai, meg csomópontjai, az bonyolult. Tehát az már sajnos nem egyszerű, és nincsenek erre épült kis vállalatok, vagy kis manufaktúrák, akiket ezt össze tudnák hozni, és igazán menedzsment sincs. Tehát én meg megmondom őszintén, ez az egész gyártás körüli
herceg utca egy darabig érdekes, jó pofa, amíg az ember a prototípust előállítja, utána, amikor úgymond gyártást kellene intézni, ebből attól én menekülnék, tehát az már mérhetetlenül nem izgat. Tehát én már nagyon máshol vagyok, meg más szeretnék csinálni. Ha ez válasz a kérdésre. Ezeket a dizájnokat, amiket csináltok, láttátok már viszont mondjuk kínai retroban. Tehát ugye van ez a trend, hogy a dizájn elkészül mondjuk Európában, vagy az USA-ban is, gyakorlatilag egy héten belül már tolják ki a kínaiban, hogy nektek volt ezzel valamilyen tapasztalatotok? Hát miután a Gypsy az annyira kötődik ide, én gondolom emiatt azért nem olyan, tehát ez nem egy Nike cipő, ami Abibaszként már forgalmazható, ilyen nem volt. A lámpa az meg túl bonyolult. De gyakorlatilag nem. Utolsó lehetőség. Van, aki kihasználja. Hát ezt mondja a Zsuzsa, mert én annyit beszéltem. Én azt gondolom, hogy egy kicsit olyan funkcióm is van ebben a csoportban, mint egy ilyen irodalmi szerkesztőnek, hogy van egy jó költő, aki nagyon jó verseket ír, vagy novellákat ír, és neki viszont van egy jó kiadója, meg egy jó szerkesztője, aki megmondja neki, hogy most azért ebből a 100 versből, ebbe a kötetbe sokkal jobb, ha csak ezeket rakjuk be, és így rakjuk be. Úgyhogy a másik hasonlatom az meg egy ilyen ping-pong meccs, hogy Attilának így eszébe jött valami, és akkor mi folyamatosan együtt vagyunk, és beszélgetünk ezekkel a dolgokról. Tehát az az asztal, ahogy kinéz, az például abban nagyon jelentősen részt vettem ki, hogy az így valósult meg, és elég sok tárgy van, ami elindult valahogyan, ahogy az Attila, ahogy elmondta, hogy sokszor kérdezik, hogy mi volt az előzménye, például pont a Gypsy kollekciónak, és akkor végül nehéz rájönni, hogy visszakérdezik, hogy te mi is, hogy kezdődött ez az egész. Tehát, hogy igazából nincs egy ilyen módszeres, útkeres, vagy valahogy ilyen előzménye. Valami nekem tényleg arra ébredt, hogy akkor én is lába egy teknőnek, illetve ezt tényleg ott lenn voltunk, és annyira tetszettek ezek a teknők, és úgy sajnáltuk, hogy ezek nem részei a mai hétköznapoknak, tehát hogy van egy csomó olyan tárgy, amit még akár gyártanak is, de nem látjuk őket, és akkor valószínűleg az ő agyából pattant ki, és akkor még az, hogy az meg talán az enyémből, hogy de akkor milyen jól lenne rátenni a boros poharat, meg hát a laptop, meg a mobiltelefon Andri itt van, és akkor csináljunk neki egy ilyen hosszabb valamit. Tehát, hogy azt mondanám, hogy természetesen fő kreatív részén az Attila, és én meg így mellette próbálok így valami olyat, hogy ezekben a dolgokban még egy kicsit, vagy a grafikai, hogy a Baranyai Andrist nagyon szeretjük, és a Piroska és a Farkasa, hogy bekerült a porba, őt is mondjuk én beszéltem rá Attilán, hogy ez milyen jó lenne, és aztán ő csinálja nekünk a Xenufos képeslapot, hogy az a stáb, akikkel aztán dolgozunk, az is mondjuk a szerkesztői múltamból is nagyon sok mindenkit ismerek. Tehát, hogy valahogy ez így néz ki. Egyébként meg a színek és amikor a felületekben is elég sokszor aztán a végén az lesz, amit én rábeszélem. De egyébként nagyon sokszor, nagyon sokat vitatkozunk, és az, hogy van egy olyan portré, amin ugye háttal ülünk egymásnak, tehát ugye ülhetnénk akár szemben is, meg nagyon közel egymáshoz, tehát azért annak van egy ilyen, hogy ez egy ilyen rögös együttműködés, de valahogy azért bevált. Tehát, hogy... Igen, az asztal az jó példa, mert az asztal, a piros asztal az ugye úgy indult, hogy fából volt és virág volt benne, és úgy végződött, hogy fémből van, és így benne a tűz. Hogy ez a tűzhelyanyaga, és hogy az akkor tehát, és nagyon sokat azért mondom, Zsuzsa, de nem jó, de mondom, hogy macerált engem, hogy ez így nem jó, hogy ne legyen, hogy és Attila nagyon erőszakos, tehát nekem nagyon sokat kell lefordítottam magyarra. Ugye nagyon sokáig volt még fából, és még jártunk mindig az asztalhoz, és nem jó, nem jó, nem jó, ez nem elég, nem rossz, de nem elég jó. És akkor ezek ilyen... Szóval hagyjál már békén ezzel a hülyeséggel, most hát tök jó így, most mi a fasz erőlködünk már ezzel, nem jó ez így? Nem. És hát sajnos általában Zsuzsának ráadásul igaza van, és ez annyira megnehezíti a helyzetemet. Zodiákus képletben pedig úgy nézünk, hogy én halak vagyok, meg oroszlán, tehát ezek után el tudjátok képzelni, hogy ezek kemény meccsek. De végül is, de pont egyébként ez a
Gypsy kollekció, hogy úgy éreztük az revégén, így nagyon örültünk, hogy ez az első ilyen közös, mondjuk ilyen tárgy létrehozás, mert előtte csináltunk sokféle dolgot, amiben közösen dolgoztunk, de hogy nagyon jól sikerült minden szempontból, és akkor azt mondtuk, hogy akkor lehet, hogy mégse válni kéne, utána mondjuk jó ez így, tehát hogy a sok veszekedés és mindenféle, hogy már majdnem feladjuk, utána, hogy azért ez jó lesz. Na, de szóval egyébként meg, ha sima de, lenne, akkor meg kitérnek. De nem, mert végülis ezt szóval. Szeret, igen, tehát az unalmas dolgokat mert... nem szeretjük, és végülis mindenek sem. Hát valójában, ahogy kérdezted, hogy most ez hobbi, vagy nem hobbi, vagy mi, persze, hogy az igazán sajnos nekem nincs is semmi olyan, ami, mint a Zsuzsának a tánc, a flamenco, nekem igazán nincs semmi olyan, ami úgymond a szakma, de hát ez az életem, szóval mi az, hogy szakma, hát nekem, én ebbe élek, ez most szakma vagy nem szakma, tök mindegy, de nekem nincs olyan, hogy én valami mást csinálok, ami kikapcsolódok, vagy valami, tehát állandóan ebbe motoszkálok, és igazán nem is asztalnál tervezek gyakorlatilag semmit, tehát minden fejbe dől el. És aztán amikor már az ember lerajzolja, az már egy sokkal későbbi fázis. Tehát persze, hogy a legkedvesebb időtöltés létrehozni olyan dolgokat, amik eddig nem léteztek. Tulajdonképpen nagyon nagy kihívás. Tehát, és igazán ez izgat engem igazán, tehát hogy olyan dolgot kitalálni vagy létrehozni, ami abban a formában, abban a kontextusban nem létezett. Még ez nagyon nehéz, ugye, mert a dadaizmus óta ez egy eléggé nehezen meghaladható probléma. De hát az ember próbálkozik, és néha sikerül, és ez csak úgy hadd osszam meg veletek, hogy ez egy ilyen kis-nagy jó hír, hogy ezzel a terrorháza shield-tel, ami rávetíti a szöveget a homlokzatra, ezzel most bekerültem a világ 13 legfontosabb ilyen, úgy hívták, hogy ilyen signage, egy architectural signage, tehát hogy ami tipográfiát használ az épület homlokzatán megépítve, ezt egy ilyen bizottság kitalálta, és így összeválogatták a világról, és ebbe sikerült bekerülnöm, aminek nagyon örültem, mert én úgy mindig is azt gondoltam erről, hogy ez egy, az én életemben ez egy olyan dolog, amikor sikerült áttörni ezt a valóság burkát, és sikerül valami olyat létrehozni, ami addig soha nem létezett, és most ezt úgy visszaigazolni láttam abban, hogy ez bekerült egy ilyen válogatásba. Köszönöm, hogy eljöttetek, és köszönöm a figyelmeteket. Sziasztok!